A premierig több részben fogom elmesélni nektek, hogy értem meg a film előkészületeit, a forgatást, az utómunkát. Tulajdonképpen az én szememen keresztül nézhettek be majd a kulisszák mögé. Jó szórakozást! Agindit, forog a hang, és tessék! Ennyi. Adott egy nagyon jó forgatókönyv, amit a Busz Gábor, Olivér és a Kapitány Iván írtak. Ez egy nagyon fontos szempont, hogy minden film alapja egy jó könyv, mert abból lehet jó filmet készíteni. És egy vígjátéknál, már az írásnál is szerintem nehezebb dolguk van az íróknak. Nagyon igyekeztünk az írás során azon, hogy a forgatókönyvírói önkény a lehető legkevésbé mozgassa a történeteket. Tehát abból indultunk ki, hogy ha van egy ilyen helyzet, akkor az merre menne egyébként az életben, mi történne és hogyan válna az abszurdá. Hogyan tudnak ezek a szálak reálisan gabajodni. És igazából ennek a fajta félreértéses vígjátéknak az egyik kulcsa az, hogy mindig csak egy pici változás történjen a normalitáshoz képest, de az a végén rettenetesen nagy kalajmajkát okoz. Mi? Szerintem az egyik legnehezebb feladat a forgatókönyv megírása. A filmezés más területeihez képest ez egy nagyon-nagyon magányos munka, miközben ő teremti meg mindennek az alapját. Nagyon fontos, amit csinál. Sokfajta verzió volt. Valójában mégiscsak ugyanazt a verziót mozgattuk és alakítgattuk folyamatosan, mert azért az elejétől tudtuk, hogy mit szeretnénk ettől a történettől. Hosszú folyamat előzi meg az első forgatási napot, nagyon hosszú. Mi például körülbelül a könyv hatodik verziójánál kezdtünk egyáltalán gondolkozni a színészekben, hogy kiket szeretnénk meghívni majd a castingra. Én is a másik oldalról érkeztem, és én is nagyon sok castingon vettem részt. Ezért valahogy talán másképp viszonyultam az egész folyamathoz. Felhívtam őket, elmondtam, hogy nem arról van szó, hogy nem vagytok tehetségesek, amennyiben arról volt szó, hogy nem választottam ki a színészt, vagy szóval, hogy egészen más, hogy funkcionáltam a válogatás alatt is, hiszen én egy kicsit mindig ott is éreztem magam az ő helyükben. Kutyika! Hol tartják? Nekem nagyon imponált az ő hozzáállása. Ő nagyon nagyon komolyan vette azt, hogy ő mindent meg akart benne érteni. Mindent meg akart, hogy melyik szereplő mit, miért csinál. És mint színész, és most rendező szerintem nagyon-nagyon beleásta magát abba, hogy tényleg mi motiválja ezeket a szereplőket. Én azt gondolom, hogy az a szerencsés helyzet volt, amikor az, amit én elképzeltem, annál egy magasabb színvonalat láttam megvalósulni, és ez egy nagyon jó érzés. Szerintem egy nagyon jó csapatot sikerült kiválasztani, akik szerintem nagyon szerették egymást, és nagyon szerették ezt a dolgot, amiben együtt voltak, és hát remélem, hogy majd a végeredmény is azt is fogják szeretni. Kölcsönlakás. Dobókat a filmje.